Azt mondják, hogy a diákok nem csak a szüleik elismeréséért, hanem magukért is tanulnak. Vannak olyan tanulók, akik bizony ezt megfogadják. Így tettek a kapospulai fiatalok is, akik jó tanulmányi eredményükkel kiérdemelték a jó tanuló, jó sportoló díjat a kapospulai önkormányzattól. A településen évek óta meghálálják az általános iskolás, gimnazista és egyetemi hallgatók kitűnő teljesítményét. Ribai Eszter is az egyik volt a 41 díjazott közül, aki már nem először kapta meg ezt az elismerést. Negyedik évét kezdi a Pécsi Tudományegyetem jogi karán, és azt mondja, jó érzés az, hogy megjutalmazzák a kemény munkájáért. Nagyon jó érzés, mert azt érzem, hogy a város, illetve a falu vezetésének fontos az, hogy én mit csinálok, és hogy milyen eredményeim vannak, és azért ösztönzőleg hat az, hogy figyelemmel kísérik a tanulmányaimat. Az elmúlt két évben is sikeresen megkaptam. Szeretnék én is majd valamit visszaadni ebből a falunak, amit én kaptam a tanulmányaim alatt. Az ünnepségen részt vett Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, aki köszönetét fejezte ki megnyitó beszédében a diákok szüleinek a szüntelen támogatásáért, a diákoknak pedig gratulált a jó eredményeikhez. A Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, a fiatalok a jövő reménységei, és meg kell becsülni a munkájukat. Minden településen a fiatalok adják a jövő alapját. Tehát ők fognak megnőni, ők fogják a települési életet biztosítani ezzel a következő időszakban, és nagyon nehéz idők járnak a kis településekre. Általában azt lehet mondani, hogy a kis települések lélekszáma fogy. A megye is mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk, és azt gondolom, hogy a település vezetők, a települések is megtesznek mindent azért, hogy megpróbálják megtartani a településen felnővő fiatalokat. Egy ilyen kezdeményezés, mint ez itt, hogy díjazzák ezeket az ügyes gyerekeket, ez nagyon fontos szempont és nagyon fontos láncszeme lehet annak a folyamatnak, amely a megtartó erőt biztosítja egy településen. Ha ezt rendszeresen csinálják, már pedig itt rendszeresen csinálják, hiszen tavaly is itt voltam ezen az eseményen, biztos, hogy emlékeket, nyomokat, megőrizhető élményeket ad az itt jelenlévő fiataloknak, és ez összekötő erő. Tehát ide köti a gyerekeket a szüleikhez, a településükhöz, és itt fognak majd élni, reményeink szerint. A település polgármestere szerint hagyomány, hogy a jó tanuló és jó sportoló diákokat megjutalmazzák Kapospulán. Stemmler József ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a tanulók érzik, hogy a település támogatja őket, így azt is várják, hogy tanulmányaik végeztével visszatérjenek szülőfalujukba. Ez a falu szerintem mindig híres volt arról, hogy elég sok tanult embert hozott a magyar társadalomnak, én bízok benne, hogy most is így van. És hogyha nézzük a statisztikákat, ugye tavaly még csak két egyetemista volt, aki ilyen jó eredményeket elért, az idén már négyen vannak, tehát gyakorlatilag akik körülkerülnek az általános iskolából, középiskolába, a szinte azt mondom, hogy a 80-90% ott is megállja a helyét, és ugyanezeket a jó eredményeket éri el. Négy éve hoztuk létre ezt a, úgy mondom, hogy rendezvényt. Előtte felmértük, hogy mennyi tehetséges és jó tanuló van a faluba, és úgy gondoltuk, hogy fontos nekünk, sőt ezeknek a fiataloknak is, hogy el legyen ismerve a teljesítményük. Én biztos vagyok benne, tehát a faluhoz való kötődésnek ez egy úgy gondolom egy része, hogy valaki, ahol valamilyen elismerést szerez, megkap már kiskorába, az beleívódik az életébe, és soha nem fogja elfelejteni. A település polgármestere azt mondta, hogy a diákok a pénzjutalmat azért kapták a nyári szünet közepén, hogy egy kis zseppénzük legyen, ugyanakkor motivációt adjon a következő tanévre is, hiszen a tanulók minden évben megkapják a jó tanuló, jó sportoló díjat, ha a tanulmányi vagy a sportban elért eredményei kiemelkedőnek számítanak.